A sport összefoglalót a Popeye Pizzeria támogatta. Telefonszám 0670 591 39 56. Az NB1-B-s kézilabda bajnokság 23. fordulójában a Békés érkezett a Székácshoz. A vendégek kezdték jobban a meccset, állva hagyták Takácsékat. 0-3 az eredmény az összecsapás elején, majd ugyan egyenlíteni tudott a hazai gárda, azonban ezt követően ismét a Békés került lépéselőnybe. Szoska mester kapusposzton többször is változtatott, támadásban sok pontatlan lövés jellemezte Szőlősiek játékát. A félidőben 3 góllal 13-10-re vezetett a Békés. A második félidőben 5 góllal is elment a vendégcsapat, elúszni látszott a hazai győzelem, de Dúró Tamás beállásával megérkezett a kapus teljesítmény a házigazdákhoz. Az 50. percben a hátrány nagy részét ledolgozták, 17-19 ekkor a meccs állása. A hajrában a vendégek játéka volt eredményesebb, meg is nyerték az összecsapást. A végeredmény Székács Kézilabda Egyesület Békés Drén KC 19-24. Nos, hát viszonylag későn szálltál be ebbe a mérkőzésbe. A padról hogy láttad a mérkőzés első fél idejét, első felét? Hát az első fél ideje még úgy nagyjából úgy fej-fej mellett lehetett volna mondani. Sajnos sokat hibáztunk. Hát a másik kapus, az ellenfél kapus az jó napot fogott ki, és hát ebből adódott az, hogy a második fél idővel így fordítottunk. Amikor beszálltál, úgy tűnt, hogy sikerül felzárkózni a Békésre, több jó védés volt, és támadásban is sikereket értetek el. Hogyan élted meg a pályára kerülésedet? Hát mindenféleképpen örültem ennek, hogy felkerültem, de abban az esetben, hogyha a védekezés, az ellenfél védekezése nem állt volna jól össze, akkor még akár egy győztes meccs is kijöhetett volna belőle. Én is úgy láttam, hogy az utolsó 5 perccel, amikor már 2 góra sikerült felzárkózni, akár benne volt a meccsben a győzelem is. Mi történt az utolsó 5 percben? Szerinted mi múlott? Belehibáztunk. Sokban belehibáztunk, illetve voltak olyan játékvezető ítéletek, amelyek nem nekünk kedveztek. Bár keveset voltál a pályán, a saját teljesítményedet hogyan tudod értékelni? Hát, mivel kikaptunk, ezért én nem tudok jót mondani. Hát, ha arra kérnének, hogy mondjál pozitívumokat erről a mai Békés elleni mérkőzésről, akkor mit találnál? Én? Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy védekezésünk az rendben volt. Nagyjából a utolsó 20 percre megtaláltuk a kapust is, aki elkezd fogogatni. Összességében azt mondom, hogy az egész mérkőzés alatt jól védekezett a csapat. Ugye ez a 23 kapott gól, azt még azért is emelném ki, mert azért volt egy 4-5 lerohanás gólja is a Békésnek, tehát felállt falal lenne egy ilyen 17-18 gólon tartani a Békést, az én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény. Hát ami negatívum volt, nagyon negatívum volt, az, hogy 19 lőtt góllal mérkőzést nem lehet nyerni sehol, főleg egy Békés ellen nem. Meg hát ezen kívül azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye a második félidő első 10 percében egy gólt tudtunk okozni. Tehát ez egy Békés ellen semmiféleképpen nem megengedhető. Ma bár, amit az előbb is mondtam, hogy többi csapat ellen sem. Hát most az így jött ki. Nem tudom. Tehát én úgy gondolom, hogy azért annak ellenére, hogy tényleg nem érdemeltük meg így a győzelmet, azért vannak hiányérzeteim, mert ahogy az előbb is elmondtam, hogy finoman fogalmazva ez a mérkőzés azért jobb játékvezetést igényelt volna, de kihangsúlyozva, hogy csak saját magunknak köszönhetjük ezt az egészet. Hát összességében ennyit tudok elmondani, aztán csináljuk tovább, dolgozunk, jövő héten megyünk Ózdra, vasárnap, az nem lesz valami álomszép az utazás se, mérkőzés se, de hát ezt az utolsó 3 fordulót le kell játszani, aztán majd látjuk, hogy hogy lesz. Azért a mai meccsre azt még elmondhatjuk szerintem, hogy az utolsó 5 percre akár még a győzelem is benne volt ebben a meccsben, amikor feljöttünk 2 gólra, 5 perccel a meccs vége előtt. Én úgy gondolom, hogy nem volt benne, mert mérkőzés összképét tekintve, tehát az első fél időben, amikor 9-7-nél elvették tőlünk passzívére a labdát 4 passz után, és hát ugye
azt mondták, hogy azért vették el, mert a szabaddobást is beleszámolják a passzokba, tehát én nekem azért így a bajnokság vége felé, nem most múlt héten találták ki ezt a szabályt, de hát ez volt az egy. Olyan szituációnk volt ugyanígy 2-2 gólnál, amikor Nagy Attilától 1-2-es között nem 7 méterest fújtak, hanem belemenést 25 méterről, tehát nyilvánvaló, hogy nagyon jól látta a játékvezető, utána két indításra elvették az Attilától a labdát, holott nem volt két indítás, fogáshiba volt. Tehát ilyen apró pici dolgok, ugye a Takácsot, amikor leütötték, azt nem látta a játékvezető, azt meg tudja hallani, amikor a kispadról szólnak neki. Én úgy gondolom, hogy ezt tanítják is nekik. Azt nem látni, hogy egy piroslapos szituációt. Tehát ezek azért én úgy gondolom, hogy ez mind olyan szituációkban voltak, amikor fel tudtunk volna zárkozni, de kihangsúlyozva azt is, hogy amit az elejétől kezdve itt mondtam az interjú során, hogy csak saját magunknak köszönhetjük, mert hogyha azért jobb támadó teljesítményt nyújtunk, akkor ezek a úgymond számomra játékvezetői hibák nyugodtan belefértek volna, hát a mai nap folyamán nem fértek bele. Aztán csináljuk tovább, csak hát néha elgondolkozik az ember, hogy miért. A 23. forduló eredményei: Tizavasvári Esek Quick 2000, Törökszel Miklósi Kézilabda Egyesület 24-30, Székács Kézilabda Egyesület Békés Drén KC 19-24, Szigetszent Miklósi KSK Balassagyarmati Kábelese 24-30, Kontitek FKS-e Algyő Mizse KC 35-19, VKK Nyírbátor Molpik Szegedú 23-23-30, Nyíregyházi SNKFT KTE Kisokos 17-19 és FTC KNKFT OAM Ózdi KC 29-28. A tabellát a már bajnok Ferencváros vezeti 46 ponttal, a Törökszent Miklósi Székács Kézilabda Egyesület 19 ponttal a 11., a Törökszent Miklósi Kézilabda Egyesület 18 ponttal a 12. pozícióban várja a folytatást.